Úgy vélem, hogy ez a téma most tényleg ennek a mai konferenciának több tekintetben is megfelel, mert állategészségügyről is lesz szó, apró vadgazdálkodás, és talán még természetvédelemről is, amiről nem sok szó esett, kivéve Faragó professzor előadását. Bevallom, én generáltam ezt a témát, hogy ezzel jöjjünk elő, és aztán a címet is én egy kicsit erre módosítottam, hogy lesz-e még igazi üregi nyúl Magyarországon. Majd meglátják, többen tudják nyilván, hogy mi van itt a háttérben, de szeretném röviden bemutatni. Az üregi nyúl eredete, hát ezen a térképen látszik, a vörös foltokkal, az eredeti elterjedés, ami a Gibraltár két oldalán, ugye, és mondjuk a kontinensünkön a Pireneusokat beleértve volt az eredeti elterjedés. Hogy került Magyarországra? Ott három alternatíva van röviden címszó szavakban megemlítve, és azt kell mondjam, hogy valószínűleg mind a három ténylegesen megtörtént. Ugye a római korral nem akarok foglalkozni, éppként a témakörrel Szunyogi János foglalkozott, ismert zoológusunk, és Faragó professzor is, hát már pár évtizeddel ezelőtt, ugye a hazai üregi nyúl és az eredet, és így tovább, de nagyon sok minden elveszett az első világháború, aztán második, és így tovább, tehát sok minden egy kicsit kritikus. Na most, a római kortól függetlenül direkt import, amit nem tudjuk a tényleges időpontokat, helyeket, de például olyat tudunk, hogy a Gödöllői királyi vadaskertbe, illetve a környékre is került, nagyon régen, már legalább 150 éve, hanem régebben. Spontán terjedés, Pireneusok, Alpok és itt tovább, ezt többszörös botlenek hatással egy genetikai elszegényedést eredményezett. Ezt különböző módon lehetett, ott van alul a DNS vizsgálatok. Az eredeti helyen például az Ibériai félsziget 20 allérpár, az átjött nyulak, ugye Ausztria, Pozsony környéke és itt tovább, egy-két allérpár, és a magyarországi a kipusztulás előtt 18 allérpár volt. Tehát ez bizonyítja, hogy direkt import is volt, és elég régen. Az biztos, hogy 860 táján már közönséges volt, és 100 ezer körüli teríték is előfordult a múlt század elején, és a 1970-es években csak Bács-Kiskunban 6,5 ezer körül volt az éves teríték. Aztán jöttek a betegségek. Érdekes csak annyi, hogy egy francia farmer hozta be szándékosan Dél-Amerikából, ottani nyúlfajból a mixomatózis vírusát, és elindult világhódító útjára, ugye Ausztráliába is eljutott, de nem volt elég ahhoz, hogy kipusztítsa az üregit, csak a ciklikus járványok, 3-4 évenként, mint a rákcsálóknál, ugye bizonyos dolgok, akár tularémia, és akkor aztán jött a másik, ez a vérzéses betegség, ez egy ausztrál találmány, idézőjelbe tettem, ez egy emberi alkotás, ugye, hogy még egy durvább vírus találjunk Ausztráliában, hogy kipusztítsuk végre az üregi nyúlat, mert róka se tudta, meg egyéb, na hát akkor valami más csináljuk. Ez aztán szépen eljutott a kontinensre, hogy hogyan, mint nem tudjuk, Kína, és onnan pár év alatt végigsöpört az egész eurázsiai kontinensen. Tehát már a 80-as évek derekán is komoly járványok voltak helyenként, ez teljesen nem egy egyenes terjedés sok esetben, hanem ugrásszerű ide-oda és így tovább. És aztán a 80-as évek végén, 90-es évek elején a két vírus együtt kisöpörte az üregi nyulat. Néhány tucat példány lefogtak, kétféle módon majd látjuk mindjárt. Egyébként itt érdekes ez a Bács-Kiskun megyei teríték. Hát ott nyilván jelezve a Nemzeti Park megalakulása, valójában nem az okozta, hogy ott, mert nem volt vadászati tilalom az üregi nyúlra, de hát a járvány aztán itt látszik ebből a grafikumból, a zoo adattárból származó grafikum, hogy hogyan alakult aztán a teríték. És akkor a mostanra érve, ugye a kétféle
mentése az üreginek, az egyik Albecker kutatócsoport, etológiai célból, és a Bugaci Nemzeti Park, Bugaci területen ugye a táplálkozás, a preferencia, a sejemkóró, és akkor ott az egyensúly, a borókacsemeték megvédése, és így tovább. Ez volt egyszer egy érdekes dolog. Így került egy kb. 200 példány Gödre, a kutatóbázisra, és volt egy magánakció, egy dunamenti hivatásos vadász, aki szintén megmentett egy-két tucat üreginyulat, de nagyon okos módon keresztezte egy törpe belga vadas színű nyulacskával, az lett a nősztényvonal, az eredeti meg a hím, és a mai napig is ugye hirdeti a vadászújságban a vadászatott tenyészanyagot, ebből lett az újratelepítés. És akkor itt lehet látni, hogy a piros nyulakkal az első járvány, és aztán a telepítések után felszaporodó üregi állomány, különböző területek, főleg az ismert korábban is jó élőhelyeken szaporodott el, tették vissza, szaporodott fel, és például tavaly ősszel, nyár végén is jött egy nagyon komoly járvány, a Dél-Bács, Ásotthalom, Mórahalom környékén már 100 000 körüli volt az ottaniak szerint, az állomány, és azt két hét alatt elsöpörte. Ez csak egy-két apróság, érdekes, ahogy ugye a járvány kapcsán csökken az állomány, és nyilván nem feltétlenül függ össze, a mezőnyúl kicsit emelkedik, katonáiknak a vizsgálatai a nyúlnyomokból. Aztán még egy kicsi az üregi nyúl táplálékválasztása. Ez azért érdekes, mert a két egymástól nem túl távol lévő populációnak más a preferenciája. Ez egyben utalok majd a sakálos előadásra, ugye azért ez nagyon fontos dolog, ez a bizonyos idézőjelben örökletes preferencia, tehát amit a jó édesanyukájától megtanul, már esetleg magzati vagy a szopós időszakban, az számára egy követendő példa lesz. És ezt támasztja még el ez a vizsgálat is, ahol egyrészt szezonálisan más és más, ugye a táplálék összetétel, nem akarok belemenni a részletekbe, jól látszik, és a két egymás követő évben viszont hasonló. Tehát ugye ez is az előbbiekhez csatlakozva, nyilván nagyon érdekes dolog. Na most, hogy a szelektív táplálkozásban már megemlítettem, például benne van a sejemkóró, aminek révén egy nagyon fontos eleme volt ott az eredeti ökoszisztémának. És akkor itt tényleg jobb oldalt a három színnel jelezve, hogy a középen a zölddel, hogy mondjuk egy normális nyúlsűrűség mellett nagyon előnyös hatás volt. Ha elfogyott a nyúl, akkor annak is komoly, kedvezőtlen következményei lehettek, illetve hát nyilván erőteljes legelés, hát az meg nem nagyon fordult elő már azóta. Néhány példa, hogy nézett ki előtte, utána. És akkor például ugye a bugaci tüzek, amikor is hát voltak olyan foltok, ahol még hírmondója maradt az üregének, ott kicsit másképp nézett ki, és nem is tudott oda terjedni a tűz. Itt van tehát az az érdekes dolog, hogy az anyától tanult, tehát táplálkozási kérdések, preferencia, speciális étrend, és így tovább, hogy ez hogyan alakíthatja a környezetet. A megmentéssel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, ugye fölmerült akkor Albecker csoportja által, fölvetették, hogy esetleg nem ártana megmenteni Bugacon az üregit, tehát befogott, vakcinázott, visszaengedett nyulakkal. A természetvédelmi hatóság mereven elzárkozott. A fontosabb érvek voltak, hogy nem régóta van itt az üregi nyúl, tehát nem őshonos, kártevő, és így tovább. Tehát szépen akkor ugye kipusztult, kivéve az említett maradványokat. Ibériai félszigeten elsősorban a hiúz miatt ez a rutin most is megvan, tehát próbálnak újból és újból vakcinázott üregieket kiengedni, hogy a hiúznak a túlélését az ibériai hiúznak elősegítsék. Konklúzióként tehát nagyon fontos lenne, hogy ne ezt a genetikailag szennyezett
vérvonalat vagy állatot, hanem lehetőleg eredeti üregi nyulat kibocsátani, különösen mondjuk ilyen érzékeny területekre, mint bugac. Ez tehát a mi elképzelésünk, és ezzel kapcsolatban még mindig megvannak azok a tenyészállatok, amelyek a seremkorót is például kedvelik. Köszönöm szépen a figyelmet!